Kislányként mindannyian készítettünk gyöngyökből ékszereket. A kis színes golyócskák látványa pedig nem csak a kislányokat, hanem majdnem minden kisgyereket lenyűgöz és alkotásra sarkal. Vannak azonban, akik a gyöngyfűzést olyan professzionális szintre fejlesztik felnőtt korukban, hogy alkotásaikat nem csak a kislányok csodálják áhítattal, hanem a felnőtteket, főként a nőket is lenyűgözi a látvány. Ha erre az élményre vágynak és szeretik a szép ékszereket, akkor ne hagyják ki Boglári Soponyai Andrea és Makra Gabriella közös kiállítását, mely a Művelődési Ház kiállító termében látható. 2016-ban kerültünk közel így a kiállításokhoz. Rácalmáson született az ötlet, akkor még öten voltunk kiállítók, és ott a Művelődési Házban történt az első kiállítás. Utána, hogy haladtunk, egyre több helyre jutottunk el, és gondoltuk, hogy most már változtatni kell egy kicsit, és most már csak ketten maradtunk, mi jó barátnők is vagyunk, legalább 10 éve ismerjük egymást, egy az ízlésünk, a stílusunk, és nagyon jól kijövünk egymással, és így gondoltuk, hogy akkor csinálunk egy kis vándorkiállítást, és most így az első állomás volt a Budapesti Művelődési Központ, már mi volt áprilisban, és most májusban ide jutottunk Solymára, úgyhogy ez most nekünk egy csodálatos hónap. Ezzel egy új élet, egy új kihívás kezdődött el számunkra. Vidám, elegáns, színes, visszafogott ékszereket egyaránt találnak. Van köztük alkalmi, és van bármikor viselhető darab. Karkötők, nyakláncok, fülbevalók. Ami közös mindben, az az igényes kidolgozottság, a változatosság és az, hogy nagy szeretettel készültek. Alkotóiknak ugyanis hobbija, mondhatnánk szenvedélye a gyöngyfűzés, és bár a két hölgy igen különböző karakter, mégis azonos hobbijuk barátokká tette őket. Hát én 2005 óta készítek ékszereket. Először csak a gyűjtögetés, a gyöngyöknek a gyűjtögetése jött, aztán jöttek az egyszerűbb ékszerek, aztán a bonyolultabb, munkásabb darabok, és most megint egy kicsit az egyszerűbb ékszerek felé próbálok, illetve sok új technikát próbálok ki. Tehát kicsit kísérletezem, gyöngyhímzés, japán zsinórfonás, gyöngyhorgolás. Én 2007-ben kezdtem el így nézegetni a gyöngyöket, akkor voltam kisfiam otthon Gyesen, és nagyon sokat sétáltam így a környéken, és hobbiboltba jutottam el, és így elkezdtem nézelődni, próbálkoztam ilyen egyszerűbb láncokat készíteni, és az interneten találtam rá arra, hogy gyöngy, és akkor kezdődött ez a szerelem, ami elkíséri most már az életemet. Utána jött a barátság a gyöngyösbolt által, úgyhogy így szépen kialakult. Én is imádom a kihívásokat, vannak olyan ékszerek, amelyek csak azért készülnek el, mert ugye meg kellett fűznöm, mert ezt nem lehetett kihagyni, de vannak olyanok is, amiket céltudatosan választok ki, hogy ez a minta nekem most tetszik, és én imádom hordani őket. A szebbnél szebb alkotások kezdetben kesztelésből készültek, mostanra pedig már eladásra is, hiszen szép számmal érkeznek a megrendelések. Eladásra is, megrendelésekkel is keresnek meg bennünket. Én kevésbé vagyok a cég reklámja, nagyon szeretem készíteni őket, kevésbé hordom őket. Hasonló, de mégis más, mint ahogy így külsőre is különbözőek vagyunk, más stílust képviselünk. Így az ékszereinkben is Gabi például nagyon szeret kísérletezni, és ő egy kicsit úgy bevállalja a színeket. Én egy kicsit olyan visszafogottabb vagyok, bár néha azért elhajlok arra, hogy na, legyen valami különleges, főleg, hogyha megrendelésre készítek ékszert, és olyan színeket kérnek, amit tőlem távol áll, de mégis megcsinálom, és bevállalom, és meg tudom csinálni. De úgy lényeg az, hogy harmonikus legyen mind a kettőnknél, hogy jó minőségű legyen, szép ékszert adjunk ki a kezünk közül, és a vásárlóink is elégedettek legyenek. Andreának és Gabriellának tehát ez már a harmadik közös kiállítása, és tervezik a folytatást is. Szeptemberben lesz egy veszprémi kiállítás, szintén közösen, az lesz a következő, és bízunk benne, hogy a jövő év is úgy fog eltelni, hogy lesz néhány kiállításunk, már hívtak vissza az előző helyekre bennünket.
Érdemes tehát ellátogatni a Solymári Művelődési Házba, ahol az intézmény munkatársainak köszönhetően igényesen berendezett körülmények között tekinthetik meg Boglári Soponyai Andrea és Makra Gabriella Álmok és Ékszerek című kiállítását, mely május 18-áig látható a Művelődési Ház nyitvatartási idejében.